Életre valók. Egy műsor azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a szakmájuk nem pusztán a foglalkozásuk, hanem akár a szenvedélyük, akiknek egy vagy több hobbiuk is van, és hogyha nehézségek elé sodorja őket az élet, akkor inkább a megoldásra fókuszálnak, és nem a problémára. Ma egy borásszal beszélgetek ezekről az élet nagy kérdéseiről, Bakonyi Péterrel. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Ugye te nem csak borász vagy, hanem kertészmérnök, és azon belül is, ahogy mondtad, növényvédelmi szakirány az, amivel foglalkozol, vagy foglalkoztál eredendően. De egy picit menjünk vissza a múltba. Volt valami közöd a borhoz így családilag? Családilag azon kívül, hogy édesapámnak volt egy kicsi szőlője, én ugye egy nagyatádról származom, és ott ahhoz közel egy kis településen, Eötvöskonyhiban vásárolt egy kis zárt kerti ingatlant, ahol épített magának. Építettünk gyakorlatilag családdal közösen egy ilyen kis présházat pincével, és ott elkészítette saját borát, saját fogyasztásra, azon kívül nem. Hát ugye Nagyatád az nem egy borvidék, ez valaha egy dohánytermőkörzet volt, később málnákkal volt inkább teleültetve. Ez mindenhol ott a környéken csak hobbi. De valahol ez egy ilyen kezdőlökést azért adott. Azért valamit csináltál ott a szőlő meg a bor körül kiskorodban? Hát persze, azért a családban volt akkora következetesség, követelés, követelményrendszer, hogy azért ki kellett menni, meg kellett fogni a munkát, nem csak a szőlőben, egyéb ház körüli dologban. Ez úgy a családban több generáció felölel, és hát azt nem mondom, hogy akkor ilyen kedvel tettem meg ezeket a munkálatokat, de végül is hát gyerekkoromban nem szerettem a lecsót, most már szeretem. Úgyhogy valahol elültette annak a magját, hogy én ezzel foglalkozzak később. Hol volt az a pillanat az életedben, amikor így elkezdtél a borok iránt érdeklődni? Ugye én itt érettségiztem a Nagy Lajosban, 98-ban, és ugye ez egy 4 évet ölel fel, azt megelőző 4 évet, és azok az évek voltak azok, amikor szárnyait bontogatta a legtöbb villányi borász, illetve hát a régióban talán még a szekszárdiak is már, és itt a Széchenyi téren volt ugye a mi kollégiumunk, kinéztem az ablakon, hát milyen szép borfesztivál, hát engem ez érdekel, és nem mint alkoholforrás jelentett örömet, hanem tényleg olyan magasabb dimenziók jelentek meg ezekben a borokban, hogy az nekem teljesen megérintett. És akkor elhatároztam, hogy ezt a szakmát meg akarom tanulni. Hol oktatják ezt legmagasabb színvonalon? Budapesten, stílszerűen a Villányi úton. Úgyhogy én oda jelentkeztem érettségi megelőzően már, ugye. És hát igen, az indítatás az itt fokozódott, úgymond, ezeken a borfesztiválokon. Mit értesz az alatt, hogy így magukkal ragadtak a borok? Tehát elkezdted így tudatosan kóstolgatni, hogy mi volt az? Mert ugye az ember első találkozása a borral, ilyen nagyon-nagyon gyerekkorban, akkor azt mondod, hogy ez savanyú, vagy ha ugye mi nálunk nincsen édes bor, vagy hát nem nagyon van, hogy hát savanyú vagy édes, hogy akkor már így elkezdtél te így struktúráltan így érezni ízeket? Vagy? Ugye az embernek az íz érzékelései azok savanyú, keserű, édes, sós, talán ez a 4 alapíz van, az összes többi az tanult íz. És minél fiatalabban, minél érintetlenebbül, ártatlanabbul találkozik az ember borral, de akár egyéb olyan ízekkel, ami ezekben nem fér bele, akkor az elméjét egy kicsit ki kell tárni az embernek, hogy ezt be tudja fogadni. Egyébként szerintem nem feltétlenül fogja megszeretni. De hogyha nagy általánosságban beszélek erről, akkor valahol az édes ízen keresztül szerintem mindenki el tud jutni ehhez, köztük én is. Mert hát nem akarom ezeket a különböző keverékeket most felsorolni, amikkel 10 éves korában az ember elindul egy ilyen úton, de valahol innen vezetődik, és az ember akarja azt, nem kényszerítve magát, hogy élvezze tisztán azt az ízt, fel kell ehhez nőni. De ez kell egy nyitottság és akarat, elszántság. Már egyetemista korodban volt egy kis szőlő ültetvényed, ez hogy jött? Igen, mi keresgéltünk szőlőket itt a környéken, és Siklóson sikerült egy olyan ültetvényt találni, ahol volt hárslevelű, mert az nekem egy keresztem, hogy úgy mondjam, a hárslevelű.
és azt még egyetem vége előtt sikerült családi segítséggel megvásárolni. Az akkor éppen a házlevelünk kívül volt olasz Riesling és kék Oporto, most már portugízernek nevezzük, és azt a portugízert én bizony kannában, hátizsákban, tömegközlekedéssel jutattam fel a kollégiumba, ahol próbáltam, lehet, hogy még akkor terrorizálásnak élték meg a kollégiumi társaim, de végül is túladtam ezeken a borokon ott. De akkor vette ez kezdetét tulajdonképpen. És ugye az egyetemet követően akkor a nagyokhoz mentél dolgozni, vagy így kezdtél el, ugye párhuzamosan indult el a te szakmai pályafutásod, hogy elkezdtél dolgozni nagy cégeknél, és mellette csináltad a saját boraidat, és mellette borokat is bíráltál. Na, akkor ebbe egy picit merüljünk bele. Igen, igen. Klasszikusan végződött az én tanulmányaimnak a sora. Az utolsó diplomaosztót követő nyár még szabad volt, mintha kezdődne egy következő fél év, vagy az új tanév, de hát az már egy nagy cégnél kezdődött. Villány legnagyobb borászati vállalkozásánál, és ott voltam 6 évig szőlész. Különböző kétféle beosztásban, vagy telepvezető, vagy ágazatvezető, de én ezzel együttal ugye oda is költöztem, kezdetben albérletben éltem, de amint sikerült felújítani úgy azt a présházat ott a Zuhányadűlőben, akkor én oda ki is költöztem. És mai napig is ott élek. És azt a területet én akkor már műveltem, igenis 2005 táján kezdtem el palackozni, nagyon kezdetleges körülmények között, de és akkor igen, ezzel esett egy időben az, hogy egy német barátom felhívott, hogy keresnek a Berlin Wine Trophy-ra, ez nemzetközi borverseny, OIV védnökség alatt áll, kevés olyan borverseny van, ami nemzetközi szőlészeti borászati hivatal védnöksége alá esik. Keresnek magyar delegációt, és ebben az 5-6 fős társaságban voltam az egyik. Olyan 4-5 év vetölelt át ez a ciklus. Igen, és akkor ott egyébként sikerült is bemutatnom a friss palackozásból egy-két tételt, amiből egy mai napig tartó kapcsolat ki is alakult egy berlini kereskedővel. Mit lehet megtanulni egy éveken át tartó borbírálat során a borokról? Ez egy jó kérdés. Nem is inkább a borokról lehet megtanulni, bár hogyha borokra kérdezel rá, hogy alapvetően vannak versenyborok. A versenybor egy kicsit tőlem távol áll. Azért áll távol, mert a versenybor az nem akar megosztó lenni, szükségszerűen nem lehet megosztó, hiszen hogyha egy asztalnál ülünk heten, egy francia, egy bolgár, egy görög, egy német, egy magyar és a többi bírálóval, akkor az egy nem megosztó bor lesz az, ami nagy aranyérmet fog kapni. Viszont a stílusuk az annyira nemzetközi, hogy egy kicsit már uniformizált nekem. Aminek nagyon egyedi, sajátos stílusa van, azok nem szoktak úgy befutni nemzetközi szinten, de még azt mondom, hogy helyi szinten is nehezen, mert azok már megosztják a társaságot. És ezzel most egyúttal választodok arra, hogy az embereknek az ízlése, illetve egy borversenyen, hiába gondoljuk azt, hogy ez egy objektív bírálat, nem az, szubjektív, teljesen kiderül, akár nemzetközi szintről beszélünk, illetve arra, hogyha bort készítünk, akkor el kell dönteni, hogy milyen irányt választunk, milyen módon akarunk érvényesülni. Borversenyek eredményeivel, plecsnikkel az üvegen, vagy egyéb úton próbáljuk meg találni a közönségünket. De akkor azért egy picit, most nem vitatva azt, amit mondasz, de akkor azért van egy olyan közízlés, tehát hogy azért, amikor azt mondod, hogy vannak olyan jól iható borok, amit általában szeretnek az emberek, meg vannak a fősodorból egy picit kilógó borok, vagy ezt a kettőt nem lehet így összerakni? Erre megint egy aktuális válaszsal tudok élni, mert tavaly is és idén is részt vettem egy másik nemzetközi borversenyen, idén január, illetve június végén lesz az, tehát 3 hét múlva utazom körülbelül, ami Ulmban van, ott pedig kifejezetten organikus szőlőtermesztésből, és a borászati részt nézzük, ott is egyéb külön utas megoldásokkal élő borászatok küldik be a boraikat, viszont ott tudni kell, hogy mit kóstolunk, és erről kapunk is információt. Míg a berlini borversenyen még a fajtát sem tudtuk, csak az évjáratot, itt teljes borleírást kaphatunk, tehát nem érhet meglepetésként egy teljesen kémmentes bor.
és akkor úgy tudunk hozzáállni. Prekoncepció lehet az embernek, de akkor is tessék tudomásul, hogy ez egy kémmentes bor, ennek megvan a támogatóköre, és azon belül kell megtalálni az értékeit, és nem kell úgy hozzáállni, hogy az nekem nem tetszik, mert kémmentes, és nem azok a fajta gyümölcsök vannak benne. Szóval vannak erre is borversenyek, és ezt kiküszöbölendő, hogy nehogy ilyen pofára esés legyen a borok részéről. Ezekről informálni kell a fogyasztót is, és már a borbírálót is. És ugye, hogy tudjuk azt is, hogy azért a te boraidat nagyon sok felé szeretik, Franciaországba is exportálsz, és közben, amiről még nem ejtettünk szót, hogy izmosodott a saját vállalkozásod is azzal, hogy belépett egy társ. Igen. A francia export az gyakorlatilag egy évre nyúlik vissza, de az első feedback az már megtörtént. Jó visszajelzések vannak, és folytatni fogjuk a kapcsolatot. Ez a Lyonban van ez az üzlet. Az üzlettársam, József Kerl, ő 2010-ben keresett meg, egy szakmai partnert keresett. Ő neki már voltak itt érdekeltségei szőlőben, borban, de az előző szakmai partnerek kilépett, és ő magára maradt, ő laikus a témában. Ez az együttműködés tart gyakorlatilag, most már akkor 8 éve, igen. Abban teljesen önállóan ténykedem, ügyvezető vagyok, és hát így összességében 5 hektárt művelünk, felújítjuk. A brand az gyakorlatilag az enyém, de igazából jól megférünk egymásra. Ugye két nagy cégnél is dolgoztál, meg most csináld a sajátodat, és hát azért ez egy nagyon komoly szakma. És mégis volt egy olyan mondatod, hogy a munkádnak egy jó része az a kommunikációról szól. Ez mit jelent? Igen, az ember kijön az egyetemről, és úgy érzi, hogy most akkor ő megváltja a világot, nagy tudással felvértezve, de ez nagyon ilyen katedraszagú, és nem kell hozzá egy-két év. Nekem nem kellett egy-két év, hogy pofára essek, hogy ezzel olyan sokra nem megyünk, mert hiába próbáljuk közölni a szőlőmunkással, hogy azt a hónajhajtást le kellene venni, nem tudja, mi az a hónajhajtás. Tehát teljesen más szaknyelvet kell megtanulni, vagy elfogadni, ami itt van, teljesen más. Tehát ezeket nem kell erőltetni ezeknél az embereknél azt, hogy ennek ez a neve teljesen felesleges. Kicsit el kell engedni ezeket a dolgokat, és igen, ez a kommunikáció, ez abból áll, hogy megértetni magamat az emberrel, megérteni az ő problémáját, megérteni azt, hogy megtalálni azt az utat, ahogy ő megérti, hogyan kell elvégezni a szőlőmunkát, és minél egyszerűbb feladatokká bontani a komplex szőlőművelést. Ez fontos. És akkor arról nem is beszélve, ugye, hogy egy borász azért általában a borait be szokta mutatni. Annak megint csak van egy más nyelvezete. Te magad melyik iskola híve vagy? Tehát, hogy ugye van ez a nagyon, nagyon összetett, nagyon, nagyon szemléletes bor bemutatás, hogy mihez hasonlít az íz. Meg van talán a kicsit egyszerűbb. Tehát te hogy mutatod be a boraidat? Én a boraimat úgy szoktam bemutatni, hogy amint megkérdezik tőlem, hogy akkor ebben most mit kell érezni, erre én azt szoktam válaszolni, hogy én nem tudom, te vagy és a bor van. Ahogy Márai mondta, nincs villamos baleset, te vagy, és ha villamos van, úgy én sem fogom. Azt az interakciót, abban én már nem akarok odaállni. Tehát én ebben sokkal, ilyenkor hátrébb lépek egyet, nem szeretném bele magyarázni az illetőnek, a borivónak a fejében. Tessék felfedezni azt a bor, tessék vállalni azt, hogyha tetszik, ha nem tetszik, nem fog megsérteni. Én így szeretem bemutatni. És hogyha esetleg egy bor bemutató kapcsán teljesen másra terelődik a szó, nem, egy picit nem figyelnek oda, egyáltalán nem okoz gondot, inkább bekapcsolódom abba a társalgásba, mert nem vallom azt, hogy a borról kell szóljon egy bor bemutató, az csak egy katalizátor, hogy oldja a nyelvet, bármiről beszélhetünk. És ez legyen az élmény, nem kell itt szakmai dolgokkal teretűzdelni egy borkóstoló. És nem csak kifejezetten a szakmára gondolok, tehát nem a borászkodás, hanem hogy az egész életedre voltak-e, vannak-e példaértékű emberek az életedben? Igen, voltak a gyerekkoromban is ezek a klasszikus filmsztárok,
persze ezeken túl kell lépni, az ember kinövi. Melyik ezeket? Klasszikus filmsztárok? Hát, akik erősek voltak és mindent maguk megoldottak, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris. Ezek szerintem az én generációmnak tizenéves korának közepéig, elejéig mindenkinél ezeken át kellett esni, úgy gondolom. De hát ez egy más időszak, azóta már nem mi vagyunk. Akiket most úgymond, hát példakép, talán akikre felnézek és követendőnek tartom, akik meg tudnak állni, nem úgy gondolják a fejlődést, hogy az mennyiségben, térfogatban, területben jelent, hanem egy minőségi fejlődést tudnak kitűzni célul. Ha most itt konkrétan nevekre vagy kíváncsi, akkor a Wassmann házaspárt nagyon, nagyon kedvelem, de ott van Horst Hummel is, másik német barátom. Érdekes, hogy a legtöbb barátom villányban pont német. Most egyikük, illetve igen, a Wassmannék itt élnek már több mint 20 éve talán. De mit kell róluk tudni? Ők biodinamikus módon gazdálkodnak, nagyon jó barátságban is vagyunk, és ők nem akarnak 2 hektárnál többet művelni, sőt, most azt hiszem még kevesebb lett a szőlőjük, amit ketten meg tudnak csinálni, abból szeretnének, és meg is tudnak élni, nagyon hatékonyan tudnak dolgozni. Ez valahol vonz. Én nekem még egyelőre más az utam, nem tudom ezt meglépni, mert még nem úgy állok egyszerűen. Épp ezért példaképen valahol. Ugye említetted itt az egyetemi éveket követően, hogy 1-2 éven belül megjött az első pofára esés. Hogyha valami nehézség jön az életedben, de azért inkább arra gondolok, hogyha egy nagy nehézségek jönnek, akkor hogyan oldod meg azokat, mit csinálsz általában? A nagy nehézségeknél azért ketté kell választani, szakmai vagy magánéleti nehézségeket. A szakmai nehézségeket én úgy gondolom, hogy könnyebben megoldottam mindig is. Magánéletileg volt olyan nehézség, ami az akkori koromnál fogva megégést jelentett, akkor éppen kiírtam magamból, de utána az egy főnix madár-szerű újjászületést jelent, és onnantól ugyanarra a hatásra már nem így fogok reagálni, nem is így reagáltam azóta sem. A szakmait azt azért könnyebb, mert ott mindig is volt bennem egy olyan büszkeség, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, egy olyan elszántság, hogy én ezt akkor is nem ijedek meg attól. Valahogy úgy is lesz. Vagy a gondviselésbe vetett hit az, ami ebben segít, hogy nem fogok ilyen halni. Milyen a te probléma kezelésed? Tehát, hogyha bekerülsz valamilyen szituációba, akár egy konfliktusba, vagy valami nehézségbe, akkor mit csinálsz? Kihátrálsz, megoldod, megbeszéled? Meg kellett tanulnom azt, hogyha úgymond rendes ember szeretnék maradni, vagy lenni, vagy azzá válni, akkor a konfliktust nem kell keresni, de föl kell vállalni, hogyha elkerülhetetlen. És hogyha olyan, illetve akkor kell fölvállalni, hogyha igazából méltóságában az ember sérülne. Tehát most nagyon, nagyon profán leszek, ez valahol a rák ellenszere. Rengeteg ember azért lesz rákos, mert egyszerűen nem vállalják, nem állnak ki saját magukért, nem szeretik, és ez nem önzés, meg nem egoizmus. Kellően kell szeretni magunkat ahhoz, hogy jól éljünk. Tehát igazából konfliktus felvállaló vagyok, hogyha így egy frázisba kell erre válaszolni. Nem nagyon van szabad időd, ahogy így felvázoltad az életedet, de hogyha van egy picike, akkor azt mivel töltöd szívesen? Volt egy időszak, ez pár éve véget ért, amikor néptáncoltam, mondjuk 50 kilométeres távolságra kellett járnom, és ez is volt az akadály, hogy folytassam többek között. De ez egy 5 évig tartott. Ez sokáig bujkált bennem, előző években, évtizedekben, de sosem mertem úgy nekiállni, vagy úgy alakult, hogy nem kezdtem el. És egy nagyon jó társaságba kerültem itt Sátorhelyen. Ők mai napig is élnek, virulnak, táncolnak. Egy amatőr közösség, de állítólag most kaptak is minősítést, hogyha ezt valaki tudja, hogy néptánc minősítés, ez létezik. Ez tartott, 4 évvel ezelőtt fejeztem be.
Most ugye elkezdtem jógázni például. Hétfőn, szerdán járok siklóson, már nagyon jó jógaoktatónk. És hogyha az idő engedi, tavaly nyáron sajnos ezt ki kellett hagyjam, mert a szőlő ezt nem engedte, más a bioritmus, illetve azonos. De én azt gondolom, hogy közel 40-hez kell erre időt szakítani, mert miért éljünk? Most vagy a szőlő rabszolgái leszünk, vagy a saját életünk irányítói, úgyhogy a jogára azt hiszem, hogy hangsúlyt fektetek a későbbiekben is. Elképesztően elszaladt az idő, úgyhogy néhány mondatot hagyhatok csak neked arra, hogy mondd el, hozd meg velünk kérlek, hogy hova tartasz. Igen, a terveim az, hogy igen, tehát kisebbre venni, életképesebbé tenni a gazdaságot. Ez biztos, hogy boldogabbá is tesz, több szabadidőt hagy. Meg kell találni azokat az egyensúlyokat magánélet és munka között, amitől, tehát nem a pénz tesz boldoggá, én ezt már rég rájöttem, sokkal adakozóbb vagyok, annál kicsit is van, akkor segítek másokon, ezt megmondhatják a munkatársaim. És ide tartok, hogy stabilan egy olyan közösséget építsek, ahol jó dolgozni, jó élni, és én is jól érzem magam. Úgyhogy... Akkor azt kívánom, hogy teljesüljön ez a vágyad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra!